És jutott már egy jó hír is, hosszú idő után most először jóval többen gyógyultak meg egy nap alatt, mint ahányan elkapták a fertőzést. Ez azt is jelenti, hogy csökkent az aktív fertőzöttek száma, ami az országos Tiszti szerint nagy jelentőséggel bír. A végleges megoldást ugyanakkor még mindig a vakcina adhatja, az egész világban nagy a verseny, a kormány ezért több céggel is tárgyal a leköthető oltóanyagokról. Itthon a héten indul a regisztráció az oltásért. Magasabb a gyógyultak száma, mint az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Nagy jelentősége van annak, hogy az elmúlt napi összesítés szerint jelentősen meghaladta a gyógyultak száma az új fertőzöttekét. Erről beszélt Müller Cecilia az operatív törzs tájékoztatóján. Azt mondta, ez óriási eredmény. Az adatok szerint egy nap alatt 5595 embernél mutatták ki a fertőzést, miközben 8223-mal nőtt a gyógyultak száma, vagyis több mint 2600-zal csökkent az éppen betegek száma. Jelenleg 7734-en vannak kórházban, 666-an pedig lélegeztetőgépen. Hétfőre 151 ember halt bele a kór szövődményeibe, összesen már csak nem 64 ezeren gyógyultak meg a betegségből. Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy kiszámít gyógyultnak. Az, aki otthon lábadozik, három egymás utáni napon tünetmentes, és letelt a tünetek megjelenésétől számított tíz nap. Ebben az esetben nincs szükség újabb laboratóriumi vizsgálatra, az illető mehet közösségbe. Hogyha kórházi kezelésre szorul valaki, mert középsúlyosan vagy súlyosan zajlik nála a betegség, akkor természetesen el, elsősorban a kezelő orvos lesz az, aki gyógyultá fogja őt nyilvánítani, hiszen számos más egyéb tényezőt, nem csak önmagában a koronavírus fertőzöttséget, hanem az alapbetegségeit és egyéb ö, egészségi állapoti mutatót is figyelembe fog venni. Közben a Semmelweis Egyetem tájékoztatót készített arról, hogy mi a teendő, ha valaki tüneteket észlel magán. Az első és legfontosabb, hogy maradjon otthon és értesítse a házi orvost. Tesztelés előtt két órával ne egyen és csak vízet igyon. Felsorolják, hogy mik azok az esetek, amikor azonnal mentőt kell hívni, de azt is leírják, hogy mit kell magunkkal vinni a kórházba, ha szükséges, sőt még arról is írnak, hogy hol, hogyan kaphatunk lelki segítséget, ha szükséges. A szakemberek szerint az igazi változást azonban a vakcina hozhatja majd. Itthon már a héten megkezdődhet a regisztráció, azaz aki be akarja oltani magát, hamarosan már feliratkozhat. Írásban, telefonon vagy akár az interneten keresztül is lehet majd jelentkezni. Várhatóan több ezer oltópontot állítanak majd fel Magyarországon. Amit Magyarországon engedélyeztetni fognak, és amelyek megkapja a védőoltási engedélyt, az mindegyik biztonságos és hatékony lesz. A védőoltás beadatására buzdít mindenkit a Délpesti Centrum Kórház főorvosa. Szlávik János szerint ez azért különösen fontos, mert bebizonyosodott, hogy az sem védett, aki már átesett a betegségen, hiszen 5-6 hónap múlva akár újra megfertőződhet. Ezt akadályozná meg a vakcina, és valamennyi védőoltás hatékony lehet a koronavírus jelenleg ismert mutás változata ellen is. Nem befolyásolja az vakcinák által kiváltott ellenválaszt. Tehát egyelőre a vírusok által okozott genetikai mutációk nem mutatnak olyan változásokat, amik a védőoltásokkal szembeni ellenállást megmutatnák. Ez nagyon jó hír, mert egyelőre úgy tűnik, hogy a most kifejlesztett védőoltások valamennyi jelenleg a Földön cirkuláló koronavírusok ellen hatékonyak. Az oltóanyagból a kormány több országgal is tárgyalt, így Oroszországgal, Kínával, Izraellel, az Egyesült Államokkal és európai gyártókkal is. A parlamentben Dömötör Csaba államtitkár arról beszélt, fontos, hogy több lábon álljunk. A Pfizer nevű cég visszamondta az Európai Uniónak szánt szállítmányok jelentős részét, mert azt mondják, hogy először inkább az Egyesült Államoknak szállítanak. Olyan ö, lekötött szállítmányokról van szó, amelyekről szerződés volt. Úgyhogy ezért kell ö, több lábon állni. A szakemberek szerint a vakcina megérkezéséig a legfontosabb továbbra is a járványügyi szabályok betartása.